Sziasztok, kedves barátaim! Szeretnénk, hogy minden fiatal boldog legyen, és ma szeretnék arról beszélni, hogy hogyan lehetsz még jobb. A boldogsághoz tartozik a belső értékrend. Ez nagyon fontos. Másképp nem leszek boldog, hogyha nincsen saját értékrendem. Erre az értékrendre épül az embernek a saját belső sikere, a külső sikere, a boldogság, mint a kapcsolatok, mint az érzelmi, és ugyanakkor a lelki siker. Amikor befejeztem az iskolát, akkor rájöttem egy nagyon érdekes dologra, hogy iskolában erre nem tanítják. Iskolában mindenre megtanították, de hogyan legyek boldog, arra nem tanítják. A szakmákra tanítják, hogy hogyan legyél informatikus, hogyan legyél mérnök, közgazdász, de ez csak eszköz az anyagi boldogságának egy részéhez. De igazi boldogságra ez nem tanítják. Amikor kiléptem a családi fészekből, akkor láttam, hogy találatra kell mennem. Tapintásra találjuk, hogy legyek boldog, és sokan jöttek adni tanácsot, de mikor én vizsgáltam azoknak, akik adnak tanácsot, hogy az ők életük nem működik, akkor nem akartam elfogadni, és kerestem, van-e valójában olyan forrás, olyan tudás, ami tényleg sikeresi teszi engem, és akik már jártak ezen az úton. És találtam ilyen, igen, van. Többféle van. Van, ami csak az anyagi sikről beszél, de van olyan, ami beszél a belső boldogságról, külső boldogságról és a lelki boldogságról. És mivel nekünk igény van minden háromra, akkor én ezt fogadtam el, és már több mint 30 éve ezt szerint élek és gyakorolok, és ezt szeretnék veled megosztani. Szeretnék adni neked egy ilyen tudás, amelyik segítségével megnyílik előtted lehetősége tökéletesen sikeres lenni minden téren, és nagyon gyorsan. Én tudom, te meg tudod csinálni, ezért legyél sikeres, találd meg önmagadot, és légy boldog. Hare Krishna!